Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők, Soha nem feledem, Hallani vélem a hangodat még, Volt egyszer rég, egyszer rég. Egymillió millió dolláros kötvényrablás. Mennyi kötvényrablás van újabban? Jegyeztem meg az újságot letéve egy délelőtt. Poáró, hagyjunk mi is föl a nyomozással, és kezdjünk inkább bűnözésbe. Az jár a fejében, Monami, hogy hogy is mondják? Hogyan legyünk könnyen, gyorsan gazdagok, így van? Tessék, itt ez a legutóbbi akció, amikor a London and Scottish Bank egymillió dollár értékű Liberty kötvényt küldött New Yorkba, és az egész csomag különös módon eltűnt az olimpia fedélzetén. Ha a Maldömer nem létezne, és ha nem volna oly nehéz alkalmazni a kitűnő Livergie módszert a Lamas csatornán való pár órás átkelésnél hosszabb távon, akkor boldogan utoznék egy ilyen tengerjáró hajón, mormolt a poháró álmodozva. Bizony, mondtam lelkesen, ezek némelyike valóságos palota, rajtuk úszó úszómedencék, társalgók, éttermek, pálmoházak, az ember szinte el is felejti, hogy a tengerem van. Én azt egy percig sem tudom elfelejteni, ha a tengerem vagyok, mondta bánatosan puáró. És amiket itt felsorolt, azok a hívságok nekem semmit nem mondanak. Ám de gondoljon bele egy pillanatra, barátom, hogy mennyi lángész utazhat ezeken inkognitóban. Ezeknek az úszó palotáknak a fedélzetén, ahogy joggal nevezi őket, az elittel lehet találkozni, a bűnözők világának ót Nevettem. Szóval magát ez lelkesíti? Szerette volna a képességeit összemérni a libörti kötvények tolvajával? Beszélgetésünket a házvezető nő szakította félbe. Egy fiatal hölgy szeretne beszélni magával, Monsieur Poirot. Itt a névjegye, a névjegyen ez állt. Miss Esmé Farquhar. És miután Poirot lebukott az asztal alá, hogy egy kóbor morzsát felszedjen és a szemetes berakjon, bólintott a házvezetőnőnek, hogy vezesse be. Egy perc múlva a szobába bejött a legbájosabb lány, akit valaha láttam. Úgy 25 éves lehetett, barna volt a szeme, és tökéletes az alakja. Ruhája elegáns, modora higgadt. Kérem, üljön le, mademoiselle! Ez itt a barátom, Hastings kapitány, aki segítségemre szokott lenni kis problémáim megoldásában. Én most alig, hanem egy nagy problémával jövök önhöz, Monsieur Poirot, mondta a lány helyet foglalva, miközben kedvesen felém Felteszem, olvasott is már róla a lapokban. Az olimpia fedélzetén elrabolt Liberty kötvényekről beszélek, Poáró arcán alig hanem némi megdöbbenés láthatott, mert a lány gyorsan így folytatta. Most nyilván azt kérdezi magában, mi közöm lehet nekem egy olyan komoly intézményhez, mint a London and Scottish Bank. Bizonyos szempontból semmi, más szempontból viszont nagyon is sok közöm van hozzá. Tudja, Mr. Poirot, én Philip Ridgway mennyasszonya vagyok. Aha, Philip Ridgway volt az, akire akire rá voltak bízva a kötvények, amikor ellopták őket. Természetesen őt semmilyen vád nem érheti, és semmiképpen nem az ő hibája volt. De akkor is, csak nem az őrületbe kergeti magát az eset miatt. Tudomásom szerint a nagybátyja meg van róla győződve, hogy a vőlegényem felelőtlenül kifecsegte, a kötvények nála vannak. A karrierjét ez az eset derékba törheti. A nagybátyja kicsoda? Mr. Vavasor, a London and Scottish Bank egyik vezérigazgatója. Megtenné, Miss Farquhar, hogy elmeséli nekem az egész történetet? Természetesen. Mint tudja, a bank szerette volna üzleti tevékenységét kiterjeszteni Amerikában, és ebből a célból úgy döntöttek, hogy átküldenek az óceánon egymillió dollár értékű Liberty kötvényt. A feladatra Mr. Vavasor, az unokaöccsét választotta ki, aki már évek óta bizalmi állásban volt a banknál, és tisztában volt a bank New Yorki tevékenységével. Az olimpia 23-án indult Liverpoolból, és a kötvényeket aznap reggel adta át Philipnek Mr. Vavasor és Mr. Shaw, a London and Scottish Bank két vezérigazgatója. A kötvényeket Philip jelenlétében átszámolták, becsomagolták és lepecsételték, majd ő rögtön beizárta a csomagot a bőröngyébe. A bőröngyén hagyományos zár volt? Nem, mert Mr. Shaw ragaszkodott hozzá, hogy Hapsnál csináltassanak rá egy speciális zárat. Mint mondtam, Philip betette a bőrönd aljába a csomagot. És pár órával a New Yorkba való érkezés előtt ellopták. Az egész hajót tűvétették a csomagért, de eredménytelenül. A kötvények, mintha szó szerint felszívódtak volna. Poáró jelentőség teljesen grimaszolt. De azért teljesen mégsem szívódtak fel, mert én azt olvastam, hogy az olimpia kikötése után fél órával kisebb csomagokban már árulták. Nos, a következő lépés számomra minden esetre az, hogy beszéljek Mr. ridgeway -el éppen azt akartam javasolni, hogy ebédeljenek velem a Cheshire Cheese-ben. Filip is ott lesz, mert megbeszéltük, hogy ott találkozunk. De azt még nem tudja, hogy eljöttem önhöz az ő értekében. Készségesen belementünk ebbe a tervbe, és taxival mentünk az étterembe. Philip Ridgeway már ott volt, és kisé meglepetnek látszott, hogy a mennyasszony a két vadidegen férfival érkezett. Kedves fiatalember volt, csínosan öltözött, de a halánték a kicsit már őszült, pedig nem lehetett sokkal több harmincnál. oda odament hozzá, és a karjára tette a kezét. Filip, meg kell bocsátanod, hogy a megkérdezésed nélkül cselekedtem mondta. Hadd mutassalak be a Missziő Erkülpoárónak, akiről már sokat hallhattál, és barátjának, Hastings kapitánynak. Ridgeway teljesen meg volt döbbenve. Természetesen hallottam már őrről, monsieur Poirot, mondta, miközben kezet rázott velünk, de sejtelmem sem volt róla, hogy ezmének eszébe jutott önökkel konzultálni az én, a, a mi gondunkról. Attól tartottam, hogy ha elmondom, nem engeded majd Filip, mondta szeréden Miss Farquhar. Úgy, hogy inkább biztosra mentél, jegyezte meg mosolyogva Ridgeway. Remélem, Monsieur Poirot képes lesz ezt a különös rejtvényt megvilágítani, mert én, őszintén megvalva, az izgalomtól és az idegességtől már teljesen ki vagyok készülve. Az arca csak ugyan nyúzott volt és megviselt, tisztán látszott rajta, mekkora feszültségben él az eset miatt. Nos hát, mondta Poáró, ebédeljünk. Ebéd közben összedugjuk a fejünket, és majd meglátjuk, mit tehetünk. Szeretném, ha Ridgeway úr a saját szavaival elmondaná a történteket. Miközben a hely specialitását, a kitűnő húsos vesés pudingot méltattuk, Philip Ridgeway elbeszélte, milyen körülmények között tűntek el a kötvények. Az ő története mindenben egyezett Miss Farquharéval. Amikor befejezte, Poirot egy kérdéssel vette fel a fonalat. Miből vette észre, hogy a kötvényeket ellopták Miss Ridgeway? A kérdezett keserűen felnevetett. Majdnem kiverte a szememet. Nem tudtam nem észrevenni, Monsieur Poirot. A bőröndön félig ki volt húzva a kabinban az ágy alól, és a zár körül össze-vissza volt karcolva és vagdosva. De ugye jól tudom, végül kulcsal nyitották ki. Így van, megpróbálták felfeszíteni, de nem tudták. Végül aztán valahogy kinyitották az árat. Különös, mondta Poáró, és a szemében megjelent az a zöldes fény, amit már oly jól ismertem. Roppant különös. Annyi sok időt fecsérelnek rá, hogy felfeszítsék, és aztán szapriszti, egyszer csak rájönnek, hogy van hozzá kulcsuk. Pedig minden Habsfélezár teljesen egyedi. Éppen ez az. Nem lehetett náluk a kulcs, mert éjjel-nappal nálam volt. Ilyen biztos benne? Megesküszöm rá, de meg különben is, ha volt kulcsuk, vagy egy másolt kulcs, akkor miért töltötték az időt azzal, hogy felfeszítsenek egy nyilvánvalóan felfeszíthetetlen zárat? Igen, éppen ezt a kérdést próbáljuk most megválaszolni. És már is megjósolhatom, hogy éppen erre a különös kérdésre adott válasz fogja meghozni a megoldást. Már ha rájövünk, kérem, hogy ne haragudjon meg rám, de még egy kérdést muszáj feltennem önnek. Egészen biztos abban, hogy nem felejtette nyitva azt a bőröndöt? Erre Filip Ridgeway csak egy pillantással válaszolt, és Poháró már is bocsánat kérőn emelte fel a kezét. Jó, jó, de hát ilyesmi előfordulhat, ön is tudja. No jó, a kötvényeket kilopták a bőrönből. Vajon mit csinált velük a tolvaj? Hogyan tudta kijuttatni őket a partra? Hát ez az, kiáltotta Ridgeway. Hogyan? A vámhatóság embereit riasztották, és tetőtől talpig átvizsgáltak mindenkit, aki partra lépett a hajóról. A kötvények pedig, ha jól sejtem, elég vaskos csomagban voltak. Bizony, azt a fedélzeten nem igen lehetett elrejteni, de tudjuk is, hogy nem hagyták ott, hiszen az olimpia kikötését követő fél órán belül már megjelentek a kötvénypiacon, jóval azelőtt, hogy én a sürgönyöket meg a kötvények sorszámait elküldtem. Egy bróker megesküszik rá, hogy ő még azelőtt vásárolt belőlük, hogy az olimpia befutott. Kötvényeket pedig nem lehet rádión eladni. Rádión nem, de nem ment a hajó mellé kikötői vontató. Csak a hivatalosak, és az már akkor volt, amikor megtörtént a riasztás, és mindenkit átvizsgáltak. Én magam is résem voltam, nehogy valaki ezen az úton juttassa partra a csomagot. Ajj, poáró én ebbe bele fogok őrülni. Az emberek kezdik azt rebesgetni, hogy én magam loptam el őket. De önt is megmotozták a partra szálláskor, igaz? kérdezte kedvesen Poáró. Igen. A fiatalember értetlenül nézett Poáróra. Látom, nem érti, mit akarok, mondta Poáró talányos mosolyjal. Szeretnék most egy kicsit tudakozódni a bankban. Ridgeway elővette egy névjegykártyát, és pár szót ráfirkantott. Ezt küldje be és a nagybátyám azonnal fogadni fogja. Poirot megköszönte, majd elbúcsúzott Miss aztán mi ketten elindultunk a London and Scottish Bank Treadneedle Street-en lévő központjába. Amikor bemutattuk Ridgeway névjegyét, átvezettek minket a pultok és íróasztalok labirintusán, befizetéseket és kifizetéseket intéző hivatalnokokat kerülgettünk, majd egy kis irodába léptünk az első emeleten, ahol a bank két vezérigazgatója fogadott. Két komoly úr, akik a bank szolgálatában őszültek meg. Vavaszor kis ősszakállat viselt, sónak borotvált volt az arca. Jól értem-e, hogy ön szigorúan privát megbízásból nyomoz? kérdezte Vavaszor. Helyes, helyes. Mi természetesen a Scotland Yardra bíztuk magunkat, megnél felügyelő vezeti a nyomozást. Kiváló rendőrtiszt, úgy hiszem. Ön biztos vagyok benne mondta Poáró udvariasan. Megenged néhány kérdést az unoka ötse érdekében. Erről a zárról, hogy kirendelte meg Hápsztól? Én magam. Válaszolt a só. Ez semmelyik beosztottra nem bízhattam rá. Ami a kulcsokat illeti, egy volt ridgeway a másik kettő pedig nálunk van. A kollégánnál is én nálam. És egyetlen beosztott sem férhetett hozzájuk. Só kutaton fordult Vavaszor felé. Azt hiszem, az igazsághoz hű vagyok, ha azt mondom, hogy a szévben vannak azóta, hogy 23-án oda tettük őket. Mondta Vavasor. Kollégám sajnos két héttel ezelőtt megbetegedett. Igazából pont azután, hogy Filip elutazott. Csak mostanra gyógyult meg. Egy erős bronhitis már nem tréfa dolog ebben a korban, mondta mentegetőzve Só. És tartok tőle, hogy Mr. Vavasornak alaposan megnehezítette a dolgát a hiányzásom. Különösen, hogy még mindennek a tetejébe ez a váratlan izgalom is ért minket. Poirot még néhány kérdést tett fel. Úgy láttam, hogy azt igyekszik felmérni, mennyire bizalmas a viszony nagybácsi és unokaöcs között. Vavaszor válaszai kurták voltak és lényegre törők. Unokaöccse bizalmi állásban van a banknál, és nem voltak adósságai vagy pénzügyi gondjai, amikről ő tudott volna. Már korábban is bíztak rá ehhez hasonló feladatot. Végül udvariasan kikísértek bennünket. Csalódott vagyok, mondta Poáró, amikor kiléptünk az utcára reménykedett, hogy több mindenre derülhet fény, de ezek nagyon nehézkes vélemberek. Én nem a nehézkességük miatt vagyok csalódott Monami. Bankigazgatóban én nem is számítok arra, amit a maga kedves regényei úgy fogalmaznak, hogy a sasszemű pénzember, akinek villám gyorsan vág az agya. Nem, engem maga az eset ábrándít ki, mert annyira egyszerű. Egyszerű, igen, miért? Maga nem találja szinte pofon egyszerűnek? Hát, tudja már, hogy kilopta el a kötvényeket? Tudom, hát. De akkor nekünk most. De ne, miért? Ne hagyja magát összezavarni, Hastings, és ne izgassa fel magát. Jelenleg nem teszünk az ügyben semmit. De miért? Mire vár? Az Olimpiára. Kedden fut be New Yorkból. De ha tudja, hogy kilopta el a kötvényeket, minek várni? A tolvaj elszökhet? Valami déltengeri szigetre, ahonnan nem adják ki? Nem, Monami, az az élet nem volna neki való. És hogy mire várok? Bien, Erkül Poirot agyának az eset már tökéletesen tiszta, de másoknak is engedjünk teret, akik az úrtól kapott talentumokban nem bővelkednek ennyire. Például a felügyelőnek, megnélnek, jó eshet, ha kérdezősködik egy kicsit, és tisztába jön a tényállással. Muszáj tekintettel lennünk a nálunk csekélyebb képességűekre is. De jó ég, poáró! Ugye tudja, sokért nem adnám, ha látnám, amint egyszer teljesen felsül. Csak egyetlen egyszer, mert annyira vérlázítóan beképzelt. Ne dühítse magát, Hastings. Tényleg azt veszem észre, hogy néha már szinte utál engem. Jaj, nekem ez a nagyság átka. A kis ember kidüllesztette a mellét, és olyan komikusan sóhajtott föl, hogy muszáj volt elnevetnem magam. A keddi nap reggele már a Liverpool felé száguldó vonat első osztályú kocsiában talált minket. Poirot konokul elzárkózott az elől, hogy engem felvilágosítson a fejében lévő gyanúról, avagy bizonyosságról. Beírta azzal, hogy meglepetésének adott hangot, miszerint én, hogy, hogy nem vagyok ugyanolyan offett a helyzetet illetően. Méltóságomon alulinak tartottam, hogy vitába bocsátkozzam vele, és tettetett közömbösségből vontam erődítést kíváncsiságom köré. Amint a rakpartra értünk, és mellettünk ott volt lehorgonyozva a hatalmas óceájáró, Poáró fürgelett és felélénkült. Eljárásunk annyiból állt, hogy a hajó négy különböző utas kísérőjénél Poáró egy barátja után érdeklődtünk, aki 23-án szállt hajóra New York felé. Idősebb úr, szemüveges, teljesen rokkant, aki alig mozdult ki a kabinjából. A személy leírás egy bizonyos Mr. Ventnorra illett, aki a C-24 jelzésű kabint foglalta el, mely éppen Philip Ridgeway kabinjával volt szomszédos. Bár el sem tudtam képzelni, Poáró hogyan következtette ki ennek a Ventnornak a létezését és a személy leírását. Nagyon izgatott lettem. Mondja! kiáltottam fel. Ugye ez az úr volt az egyik első utas, aki New Yorkban partra szállt. Az utas kísérő a fejét rázta. Nem, uram, éppen hogy a legutolsó között volt. Leforrázva vonultam vissza, és észrevettem, hogy poáró vigyorog rajtam. Köszönetet mondott az utas kísérőnek, egy banki egy gazdát cserélt, és mi eljöttünk. Jól van, na, jegyeztem meg hevesen, de ez az utolsó kérdése kapott válasz, akkor is romba döntötte a csodálatos elméletét, akárhogy vigyorog. Mint mindig, most sem ért semmit, Hastings, éppen ellenkezőleg. Az a válasz az elméletem záró köve. Kétségbe esve emeltem égnek a karomat. Én ezt feladom! Már a London felé robogó vonaton Poirot szorgalmasan körmölt néhány percig, majd az irományt borítékba zárta. Ez a jó megnél felügyelőnek szól. Menet közben majd beadjuk a Scotland járdra, Aztán a rendezvous étterembe megyünk, mert megkértem Miss Farquart, hogy legyen olyan szíves velünk vacsorázni. Na és mi van ridgeway Hogy mi van vele? kérdezte Poáró és hunyorított. Hát hiszen, csak nem gondolja róla, az, az nem lehet. Kezd rászokni az összefüggéstelen hebegésre, Hastings, ami azt illeti, igenis gondoltam rá, mert ha Ridgeway lett volna a tolvaj, és ez egyáltalán nem volt kizárható, nagyon szép esetünk lett volna, tiszta, módszeres munka. De Miss Farquharnak már nem esett volna ilyen jól. Alig, ha nem igaza van. Úgy, hogy a jobbik esettel van dolgunk. Már most Hastings, vegyük át az ügyet. Látom úgy is, hogy már alig várja. A lepecsételt csomagot tehát kivették a bőrönből, és eltűnt, ahogyan Miss Farquhar fogalmazott, felszívódott. De mi a felszívódás esetét kizárjuk, mert a tudomány jelenállása szerint ez megoldhatatlan, és különben is képzelje el, hogy vajon mi lett volna akkor belőle. Hogy a csomagot a partra csempészték volna, azt mindenki elképzelhetetlennek mondja. Igen, de tudjuk, hogy lehet, hogy maga tudja Hastings, de én nem. Én azt az álláspontot követem most, hogy mivel elképzelhetetlennek tűnt, nem is lehetett kivitelezni. Akkor két lehetőség maradt. Vagy a fedélzeten dukták el, vagy a tengerbe dobták. Úgy érti valami parafaú szóval? A nélkül. Rábámultam. De ha a kötvényeket a tengerbe dobták volna, akkor nem adhatták volna el őket New Yorkban. Leborulok logikája következetessége előtt, Hastings. A kötvényeket eladták New Yorkban, tehát nem dobták őket a tengerbe. Érti már, hová vezet ez minket? Pont oda, ahonnan elindultunk. Jamais de la vie. Ha a csomagot a tengerbe dobták, a kötvényeket viszont eladták New Yorkban, akkor a csomagban nem lehettek benne a kötvények. Van-e arra nézve bármilyen bizonyíték, hogy a csomag tényleg tartalmazta a kötvényeket? Ne felejtse, Ridgway egyszer sem nézett bele a csomagba, miután azt Londonban rábízták. Igen, de akkor Poirot türelmetlen kézmozdulatot tett. Engedje meg, hogy folytassam. Az utolsó alkalom, amikor a kötvényeket még kötvényként látták, 23-án reggel volt a London and Scottish Bank irodájában. Legközelebb New Yorkban bukkantak fel, fél órával azután, hogy az Olimpia befutott, és van egy ember, aki azt állította, persze senki sem hallgatott rá, hogy már az Olimpia kikötése előtt. Mi van akkor, ha feltesszük, hogy a kötvények egyáltalán nem is voltak az Olimpián? Nem juthattak-e el más úton New Yorkba? De igen. A Gigantic, amely az Atlanti óceánon való átkelés sebességi rekordját tartja, pont ugyanaznap indult Southamptonból, mint az olimpia. Ha a Gigantickel küldték, akkor a kötvények már New Yorkban lehettek egy nappal az olimpia érkezése előtt. Minden világos. Az ügy most már magyarázatra sem szorul. A lepecsételt csomag csak helyettesítette az igazit, és csak a bankirodájában cserélhették ki őket. A jelenlévő három ember közül bármelyik könnyűszerrel készíthetett korábban egy ugyanolyan csomagot, amit aztán kicserélt az igazival. Tribien! A kötvényeket postán elküldték New Yorkba egy bűntársnak azzal az utasítással, hogy azonnal dobja őket piacra, amint az Olimpia befut. De kellett valaki az Olimpiára is, aki a kellő pillanatban megrendezte az állítólagos rablást. Na de miért? Mert ha Ridgeway belenézett volna a csomagba, és meglátta volna, hogy nincs benne semmi, a gyanú azonnal a londoniakra terelődik. De a szomszédos kabinban lévő ember tette a dolgát. Úgy csinált, mintha a szokásos módon feszegetné a bőröndön a zárat, ezzel azonnal a lopásra irányította a figyelmet, de közben a saját kulcsával nyitotta ki a táskát, kivette és a tengerbe dobta a csomagot, majd szinte utolsónak szállt partra. Az csak természetes, hogy szemüveget viselt, hiszen el akarta takarni a szemét, és persze rokkantat játszott, mert nem kockáztathatta meg, hogy összetalálkozzon a Kiszállt New Yorkban, és az első hajóval visszajött. De hát ki volt az? Melyik? Akinek volt kulcsa, aki a zárat rendelte, aki nem feküdt betegen súlyos bronhitisszal vidéki otthonában, Amfan, az a nehézkes vénember. Só. Vannak néha magas beosztásban is bűnözők, kedves barátom. Á, ah, mademoiselle, már itt is van. Képzelje, sikerrel jártam. Ugye megengedi? És poáró szélesen mosolyogva két finom puszit lehelt a meghökkent lány arcára.